közönség szerint ők a mini Cirque du Soleil. Akrobatikus, táncos, zenés cirkusz, ráadásul szintén a kanadai Montrealból. A Cirque Eloise egy flashmobbal indította budapesti turnéját a Váci utcában. Ez egy szokásos, romantikus vadnyugat sztori, vicces, sőt inkább ilyen pikírten ironikus. Az összes western sztereotípia benne van, amiket a filmekből, könyvekből, John Steinbeck regényekből ismerünk. Én egyszerre vagyok akrobata és zenész. Az igazán érdekes számomra, hogy ebben a társulatban egyszerre mindkettőt kell csinálnom. Máshol azért vesznek föl, hogy zenéj vagy dobálj buzogányokat, de itt mindkettőre szükség van. Ez itt a koreai palló, vagy ahogy mi hívjuk, ugródeszka. Ott pedig egy artista próba látható. Én egyébként általában a levegőben lógok, azon a rúdon, amit ott látok, vagy a kötélen. A darab egyébként tele van kaszkadőr jelenetekkel, ütjük, vágjuk egymást a kocsmában. A veszélyesnek tűnő megoldások folyamatosan keverednek a zenével és a tánccal. A cirkusz megújul az egész világon, és ennek a megújulásnak a központja évtizedek óta Montreal, ahol úgy tűnik, két akrobatikus cirkusz is megfér egymással. A Cirque Eloise a nagy testvérhez, a Cirque du Soleilhez hasonlóan egyszerre több utazó társulattal is járja a világot, de ők nem sportarénákban lépnek fel, hanem színházakban, színpadokon. Ráadásul itt nincsenek kiemelt sztárok, hanem mindenki csinál mindent. A hagyományos cirkuszban bemész, előadod, amit kell, meghajolsz, és akkor láttak utoljára. Itt mi mindannyian szinte folyamatosan színpadon vagyunk. Mi magunk vagyunk a statiszták, a táncosok, a zenészek és az artisták. Eddig még velem semmilyen komolyabb baleset nem történt. De az eddigi előadásainkon sem sérült még meg senki. Kopogjuk le gyorsan. Jó lenne ezt megtartani. De külön előírásaink vannak minden vészhelyzetre. Ha ez történik, ide kell mennünk, és neki ezt kell csinálni, és utána meg azt. Mindenkinek pontosan megvan a feladata, ha valamilyen probléma adódna. De még ilyen nem volt. Itt egyébként a nehézséget a hőség adja, ugyanis ilyen melegben még sehol nem adtuk elő ezt a darabot. Most is azért edzünk, hogy megoldásokat találjunk erre a problémára. Ha izzadunk, vizes lesz a kéz és megcsúszhat. A számítógépünk már az előző városban is leállt a melegtől, pedig ott hűvösebb volt. Az aláfestőzen állt meg emiatt. A Cirque Eloise csapata folyamatosan úton van. Ebben nagyon is hasonlóak a hagyományos utazó cirkuszhoz. Mindig ott vannak otthon, ahol éppen játszanak. Én ottavai lakos vagyok, ami közel van Montrealhoz. Nekem meg Montrealban van lakásom, de szinte soha nem vagyok benne. Mindenünk mobil. Van egy bőröndöd, amivel 25 kg-ot pakolhatsz, és ez mindened. Az egész életednek bele kell férnie ebbe a bőröndbe. Mindenki hoz magával egy darabka valamit otthonról. Én például valamilyen kis hangszert szoktam, de a könyvek is nagyon jók. A Cirque Eloise egyébként pont a Missziget fesztiválunkkal egyidős. 25 éve indultak, és most 10 különböző produkciójuk van, amit eddig 50 országba juttattak el.